tartasz a mai jóga órámon, de mielőtt elkezdenénk, kérlek iratkozz fel a csatornámra egy egészségesebb, boldogabb és kiegyensúlyozottabb életért a jógával. Nagyon hálás vagyok, hogyha feliratkozol és ezzel támogatsz engem, ez nagyon-nagyon sokat jelent nekem. Köszönöm szépen, és most kezdhetjük is az órát. Sziasztok, jó reggelt, kezdjük az órát ráhangolódással, gyertek a szőnyegre, gyémánt pózba, sarkak picit szétnyitva, hát egyenes, vállak lazák, és így ülünk, rakjuk össze a kezeket. Imatartásba, mellkas, szívcsakra előtt, figyeljünk befelé, és vegyünk orron át egy mély lélegzetet, vigyük le a hasba a levegőt, és szép lassan fújjuk ki. Ismételjük meg, úgyhogy belégzéssel felnyújtjuk a két kart, jól megnyújtózunk fölfelé. És a kilégzéssel visszahozod a karokat a szívcsakra elé, imatartásba. Érkezz meg a mai jóga órára. Vidd a figyelmedet befelé, közben ismételjük a légzésekkel egybekötött karmozgást. Nyisd meg az energiacsatornáid. Majd tegyük össze még egyszer a kezünket, és vegyünk még egy mély levegőt. És harmonizálni. Majd üljünk át törökülésbe vagy fél lótuszba, és egy váltott órikú légzéssel fogjuk folytatni a rákészülést az órára. A bal kezünk tudatmudrában mutató hüvelygúj van összezárva, és a térdünkön pihen a tenyér, úgyhogy fölfelé néz a másik kézből a tisztítási kéztartást. Formáljuk, második, harmadik ujjunk van lezárva, és a hüvelykujjal fogjuk be a jobb oldalt, a gyűrűs ujjal, majd a bal oldalt. Úgy kezdjük, hogy a jobb oldalt fogjuk be, és bal oldalon légzünk háromszor. Mély belégzés, levisszük a hasba a levegőt, és hosszú elnyújtott kilégzés. Majd a bal oldalt fogjuk be, és jobban légzünk háromszor. Majd a balon be, és a jobban ki háromszor. Aztán a jobban be, és balon ki háromszor. Majd engedd le a jobb kezed is, és védd mind a két órikon keresztül mély lélegzeteket. Figyeld meg, mi a különbség az óra elején végzett lélegzetvételekhez. Mélyebben tudsz-e most levegőt venni?
És 30 ezer. Jó, majd álljunk föl a bemelegítéshez. Tehát a bemelegítést a fej és a nyak mozgatásával kezdjük meg. Álljunk egy kényelmes alapállásban, vállak maradjanak lent, lazán, ne emeljük majd őket föl. Belégzés, orron át és kilégzéssel döntjük előre a fejet. Majd ismét belégzés közép, kilégzéssel jobbra döntjük. Belégzés közép és kilégzéssel balra dönt. Most figyelj el az a vállakra. Ismételjük meg még kétszer. Mindig középen a belégzés, és az egyes irányokban a kilégzés. Majd lentről jobbra kezdjünk körzést. Nem hajtjuk teljesen hátra a fejünket. Fönt van a belégzés. És lent elkezdjük kifújni a levegőt. Majd lent váltjuk az irányt, és a másik oldalra is megyünk háromszor. Jó, majd megállunk, és a vállakkal először elkezdünk hátrafelé körözni. Majd előrefelé párat. Jó, és ezután megyünk bele majd a tüdőenergia gyakorlatba. Tehát rakjuk a kezeket a vállakra, mély belégzésben tartva. Ötször körzünk előre, ötször hátra, és egy box mozdulattal fogjuk kifújni a levegőt. Tehát mély belégzés. Bent tartjuk, és ötször előre. Majd hátra. És kifúj. Leenged. Megismételjük nyújtott karral, mély belégzés. És előre. Majd hátra. És kifúj. Leenged. Jó, az a karlendítésekkel folytatjuk előre, hátra, keresztezzek egymást a karok. Maguktól repülnek szinte. Teljesen izommunka nélkül végezzük. Majd elől összezárjuk az ujjakat, hátul pedig széttárjuk. Majd helyezd a hüvelykujjat a tenyérhez, és így folytatjuk a karlendítést. Majd föl le. Jó, megyünk oldalirányba, lendül a kar, fordul a törzs, nézzünk utána a karoknak. Jó, majd álljunk meg, picit nagyobb terpezbe, jobb oldalra lehajolunk, hajlíts be nyugodtan a térdet, karok, felső törzs, laza, mintha valamit fölvennél, és az ellenkező irányba elhajítanál. Itt is fordul a törzs, az a láb, ahova lehajolunk,
kifordul lábujjegyen. Tehát amennyire csak tudsz egy ilyen laza csavarásba, gyere a gyakorlat közben. Jó, és megyünk a másik irányból is. Még egy utolsó. Majd álljunk meg, és végig sétálunk lábujjhegytől a sarokig, a matracon. Jó, majd jobbra-balra elkezdjük a lábakat lendíteni, teljesen derékból lazán indulva. Mint amikor a karokat lazán lendítettük, ahhoz hasonlóan. Majd hátra párat, és előre párat. És lelassítunk, megállunk, csípőkörzéssel folytatjuk jobbra. Majd balra. Majd zárjuk a lábakat, térd fölött megtámaszkodunk, behajlítjuk picit a térdet, hátunk egyenes, térdkörzés jobbra, lábfejek, lábujjak maradjanak a szőnyegen. Majd megyünk balra. Jó, majd tegyük a lábakat csípőszélességbe, keresztezzük a karokat, fogjuk meg a belső tért hallatot, hajlítsd a térdet, és domboríts, lélegezd át. Majd szép lassan állj föl, csigolyáról csigolyára. Jön a fej, emeld a karokat, mély belégzés, pici hátrahajlás. Majd egy kilégzéssel imatartás, és harmonizálunk. Mielőtt elkezdjük az ászanákat, szeretnék a mai óráról pár szót mondani. Ugye ma egy törzsizom, kórizom erősítő órát fogunk csinálni, vagy mondjuk úgy, hogy erősítő és tudatosító. Tehát nem csak dolgozunk, hanem figyeljük is meg, hogy mi is igazából az a kórizom, és melyik gyakorlat hogyan hat rá. A normál anatómiai megközelítésből a kórizom az a törzs izmai, vagy szó szerint magyarra fordítva a mag, testünk magja, több izmot, vagy egy izomcsoportot jelent, ami legfőképpen a medence izmai, a has izmai, hátul pedig a gerincfeszítő izmok, és a rekeszizmok, tehát egészen idáig föl, mondjuk innentől idáig, és ugyanígy hátul. Hogyha a másik anatómiai megközelítést nézzük, a miofasciális vagy fasciális anatómiai megközelítés, akkor ugye ennek az izomcsoportnak a megfelelője a mély előső fascia lánc lenne, viszont hogyha azt megnézzük, az ezt az izomcsoportot kibővíti. Ugyanis a combnak a belső izmai, a szálkapocs izmot is hozzáveszi, illetve a mellkas izmány keresztül feljön egészen a nyakig, tehát a fejbiccentő izmok, és hátul még a fejtető izmait is beleveszi.
Most az lesz majd az egyik feladat az órán, hogy olyan gyakorlatoknál, ami tényleg tipikusan kórizom erősítő, majd mondom, hogy mikor figyeljetek. Figyeljétek meg, hogy szerintetek melyik megközelítés az, amit jobban éreztek, mondjuk így. Tehát figyeljük meg belül, hogy az ilyen gyakorlatoknál tényleg innentől idáig érzed, vagy az egész testedben, hogy dolgozik az az izomcsoport. A másik lehetőség, amivel ezt a kórizomzatnak ezt a részét tudjuk erősíteni és tudatosítani, az a mély hasi légzés. Ugye amikor hasi légzést végzünk, akkor végigmegy be a levegő, ugye azt tudtuk mondani, hogy kulcsod mellkas és lemegy a hasba, viszont belülről ez a levegő pont ezt a rekeszizom és hasizom csoportot fogja végig masszírozni, mondjuk úgy. Ugye a has az mindig emelkedik és visszamegy, tehát magával a légzéssel is nagyon erősen tudjuk dolgoztatni a kórizom csoportot. És ezt most ezzel fogjuk kezdeni, tehát még egy álló légző gyakorlattal, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy hol is van ez az izomcsoport, és hogy a légzés milyen hatással van rá. Tehát egy teljes joga légzést fogunk végezni, tehát mind a két orron bevesszük a levegőt, levisszük a hasba, és innen szépen lassan kifújjuk, viszont ezt végezzük úgy, hogy rakjuk az egyik kezet a mellkasra, a másikat pedig a hasra, és figyeljük meg, hogy hogyan emelkedik, süllyed, illetve dolgozik az izom. A medencét pedig egy picit billentsük előre, ugye ezt az álló gyakorlatoknál szoktuk csinálni, ezzel elkerülve azt, hogy hátul homorítás alakuljon ki, és egyből ezzel a hasizmai, vagyis ez a törzsizom csoport befeszül, aktiválódik, jó? Tehát akkor veszünk még egyszer három mély lélegzetet, belégzés és hosszú elnyújtott kilégzés, és olyan lassan vidd le a hasba a levegőt, amennyire csak tudod. Jó, de hát kezdjük, mély belégzés, nyugodtan csukd be a szemed, hogy jobban tudj koncentrálni. Jó, harmonizáljunk egyet, remélem, hogy éreztétek, amit érezni kellett. Ezt a gyakorlatot egyébként fekve is nagyon érdemes megcsinálni, ugye a fekvő helyzetben van az ember, akkor még jobban kiugrik, vagy érezni ezt az emelkedést és süllyedést, mint álló helyzetben. Jó, és akkor kezdjük el a gyakorlatokat egy... laza gyakorlattal fogjuk kezdeni, ez pedig a fa ászana lesz. Itt ugye most az a lényeg, hogy tényleg tudatosítsuk magunkban ennek az izomcsoportnak az aktiválását. Tehát vegyük fel a pózt, a bal lábunk marad a szőnyegen, a talp három párnáját bele nyomjuk a matracba, és eloszlatjuk rajta a testsúlyunkat, jobb lábunkat rakjuk a megfelelő magasságba, nyitjuk a csípőt, és akkor most ugye billentjük picit előre a medencét, és már érezheted, hogy az alsó hasizmok elkezdenek dolgozni, sőt, idáig föl. Vesszük a levegőt, és emeljük föl a két kart, tenyerek egymással szembenéznek, a gerinc hosszú, és lélegezzük mondjuk most ötöt, csak tartsuk ki, és koncentrálj arra, hogy a hasizom, vagy a törzsizom végig aktiválva maradjon. És úgy lélegezz, mint az előbb, tehát mély belégzés, leviszed a hasba a levegőt, és kifújod. És kilégzéssel szépen leengedjük a karokat.
Jó, váltjuk a lábat, a jobb láb marad lenn, és a bal lábat hozzuk föl. Megállunk, hasizmot aktiváljuk, medencét billentjük előre, és mély belégzés jön föl a két kar. És kivégzéssel leengedjük, és harmonizálunk. Mit lehet még esetleg megfigyelni most, hogy ennél a gyakorlatnál nem arra koncentráltunk, hogy tartsuk meg az egyensúlyt, nem arra, hogy mennyire van nyitva a csípő, és, hanem tényleg csak a törzsünk magjára koncentráltunk, legalábbis az én észrevételem az, hogy könnyebb megtartani az egyensúlyt és stabilan állni. Ugye ez az izomcsoport az, amely a testünk tartását, a gerincünk tartását is adja. Valószínű, ezért történik így. Oké. A következő pózunk pedig egy széktartás lesz. Ugye most inkább az előre és hátra, az első és hátsó fascialáncsal fogunk dolgozni. Ha csavarodnánk, az ugye nem nagyon erősíti a törzsizmot. Jó, oldalról mutatom a gyakorlatot. Állhatsz zárt lábbal, vagy picit csípőszéles távolságba rakhatod a lábfejeket, és hajlítjuk a térdet, úgy hajlítsd, hogy a lábujjaidat még lásd, és itt is billentjük előre a medencét, tehát ne legyen homorítás, billentsd előre, és figyeld meg, ahogy aktiválod ezzel a hasizmodat, a hát az maradjon egyenes, ugye most nagyon szépen érezni a gerincfeszítőket is, és mély belégzés, emeljük a két kart, tartsuk ki 5 lélegzetet. Majd kilégzéssel fölállunk, kijövünk a pózból, picit lazítsuk le, azért meg vissza fogunk menni, most fordulok szembe, ismét. Belégzés, kilégzéssel hajlítod a térded, mint az előbb, csípőt billented előre, mély belégzés, jön föl a két kar, tenyerek egymással szembe, válladat lehúzod a fültől, 3 lélegzet, majd jössz imatartásba a kezekkel, nyomd össze erősen a két tenyered, érezd, ahogy a lapocka, a váll dolgozik, ismét 3 lélegzet. És nyújtjuk a karokat, még egyszer egymással szembenéznek a tenyerek. Tartsuk meg a térdeket, ne emelkedjünk el. És kilégzéssel feljövünk, harmonizálunk, lerázzuk a lábakat. Ugye azért ez a gyakorlat a comb és a fal izmaira is nagy hatással van, nem csak a törzsizmokra. Jó, ezek után le is fogunk menni a talajra. Azért itt csináljunk egy-két deréklazító gyakorlatot, mert ugye nem árt, hogyha azokat a hátizmokat picit, meg a lábizmait is ellazítjuk, tehát fogjuk össze a két kart, belégzés, kilégzéssel dőlünk előre, és előre-hátra hintázunk párat. Majd jobbra-balra. Jó, majd jobb kézzel a bal bokához, bal fellendül, és középen belégzés, oldalt erőteljes kilégzés. Majd rakd le a két tenyered,
távolítsd a talpakat, nincs nagyobb terpeszt, vagy tenyereken támaszkodva maradsz, vagy alkaron és előre-hátra hintázunk párat. Jó, majd a leghátsó pozíciót tartsuk ki. Lélegezz. Majd helyezd vissza a súlyod a tenyerekre. Zárd a terpeszt egy picit, úgy, vagyis hát annyira, hogy meg tud fogni a lábszáradat, és oda simuljon az alkar. És mellkassal közelítve húzd be magad hátra. Majd rakd le a két tenyered, kéztől nézz előre felé. Törekedj arra, hogy a sarokvonalán túlmenj a kéztővel, és húzd be magad. Jó, majd sétálj vissza előre a tenyerekkel. Lemegyünk malászanába, picit megtartjuk a pózt. Lélegezz mélyeket. Jó, majd bontjuk a pózt, és fordulunk hosszában a szőnyegen. Üljünk le nyújtott lábbal, vagyis ilyen nyújtott lábas ülésbe, és tipikus kórizom erősítő gyakorlat, a csónak pozzal fogjuk folytatni, és ennek is több szintjét fogjuk megtapasztalni. Először is ülésből fogunk belemenni a pózba. Ennél a póznál nagyon fontos, hogy, és ez összesnél, de ennél különösen, hogy akkor lélegezz ki, tehát akkor fújt ki a levegőt, amikor belemész a pózba. Jó? Tehát ülésből menjünk be, és először hajlított térdel fogjuk végezni a pózt, jó? Tehát ide fogunk eljutni. Belégzés, majd kilégzéssel hátradőlsz picit, emeld a lábakat, a két kar a comb térd mellett van, tenyerek egymással szembe, és hagyod a vállakat, tehát nem kell hátrahúzni, hagyod lazán, és lélegezz. Jó, majd kilégzéssel visszaülünk. Meg fogjuk csinálni még egyszer a gyakorlatot, ugyanígy, és akkor figyeljétek meg, hogy most mely izmok feszülnek a legjobban. Jó, tehát belégzés, és kilégzéssel visszamenjünk. Lélegezz. És kilégzéssel kijövünk a pózból. Jó, változtatunk egy kicsit a gyakorlaton, most nyújtott lábbal fogjuk megcsinálni, ismét figyelj arra, hogy melyik plusz izomcsoportot fogod most érezni. Belégzés, kilégzéssel beledőlsz, és nyújtod a lábakat. És kijössz kilégzéssel. Ugye az elsőnél főként a hasizmot éreztük, most már hozzájön a belső combizom, és azért a lábszárban is lehet érezni. Illetve, hogyha a fejedet nem egyenesen előre tartod, picit fölemeled, akkor bekapcsol ez a fejbiccentő rész is. Jó, hagy harmadik fokozat, lemegyünk háton fekvésbe, és innen fogunk feljönni a pózba. És itt most tényleg fontos, hogy kilégzéssel gyere föl. Máshogy is viselkedik a hasizom, hogyha benn marad a levegő. Tehát belégzés, és kilégzéssel föl. És kilégzéssel visszamegyünk a talajra. Nyújtjuk hátra a karokat, megnyújtózunk.
lábakkal pedig lefelé. Jó, majd ülj föl. Támaszkodj meg a törzs mögött. Vállalat kb. Az ujjak nézzenek a törzs felé, lábakat nyisd csípőszélességbe, és akkor egy fordított plankkel fogjuk folytatni. Belégzés, kilégzéssel emeled a csípőt. Fontos, hogy ne lógjon a csípő, és ne is emeld túl. Egyenes legyen a törzsed, a vállad se essen be, hanem emeld ki, úgy középmagasságban a mellkast. Fejedet tartsd meg, tehát ne legyen elő, ne hátul, hanem tartsd meg szintén egy vonalba. És mély hasi légzés. Na még három. És kilégzéssel visszaengedjük a csípőt, hozd be a lábakat egy ilyen pillangópóz tartásba, rakd össze a talpakat, belégzés és egy kilégzéssel lazítunk. Figyeld meg, ahogy a vasizmok most elernyednek. Szuper! És akkor most folytatjuk ennek az előtámaszkodós változatát, tehát vállalat legyen a tenyered, nyújtsd a lábakat, belégzés és kilégzéssel belejövünk a pózba, itt is figyelj arra, hogy ne lógjon és ne emeld túl a csípőt. Támaszkodhatsz egy kicsit váll szélességnél szélesebben is, ha úgy könnyebben meg tudod magad tartani. Feszítsd a hasizmot. Jó, nagy kilégzéssel ragd le a térdet. Ülj hátra a sarkadra, és nyújtózz meg balászanában, aktív balászana. Ugye jogában, akkor is, hogyha erősítő gyakorlatokat végzünk, általában van közötte pihenő póz, vagy alternatív póz, tehát kiegyenlítő póz. Jó, majd menjünk vissza, és akkor megcsináljuk az alkaros változatot. Hát tartjuk mondjuk 8 lélegzetet, jó? Tehát alkaron támaszkodsz, ilyenkor a könyök van, általában a vállalat, de igazából rakhatod úgy, hogy stabilan meg tud magad tartani. Lábujjakon támaszkodsz. Nyugodtan nézd meg magad, alulról, hátulról, mert nem mindig érzi az ember, hogy jó-e a magassága a csípőnek? Jó, majd rögd le a térdet, és ismét hátra ülünk. Lélegezz párat. Majd támaszkodj meg a kéz töveken, hozd a lábakat csípőszélességbe, és a lábujjakon támaszkodj. Lefelé néző kutyába fogunk feljönni, belégzés és kilégzéssel. Felhozod magad a pózba, lapocka egyenes, farokcsonttal fölfelé törekszel. Picit sétáltassuk meg, egyik lábadat emeled, másik lábad sarkával pedig közelítesz a matrac felé. Jó, majd álljunk vissza a pózunkba.
picit kitartjuk, és akkor egy csaturangán keresztül fogunk bemenni egy felfelé néző kutyába. Először szép lassan csináljuk lépésről lépésre, tehát továbbra is a kéztől legyen a csuklód, tövénél legyen a testsúlyod, és így elindulsz előrefelé, visszajössz ebbe a nyújtott karos flankbe, majd továbbmész a válladdal a tenyered vonalánál, ugye itt már a sarkad is nem hátul van, hanem elől, innen elkezded leengedni magad, homlok, mellkas, térd, és feljössz a felfelé néző kutyába, itt hagyhatod lenne a térded, vagy elemeled. Lélegezz hármat. Majd a harmadik kilégzéssel visszanyomjuk magunkat a lefelé néző kutyába. Jó, megcsináljuk még egyszer. Ugye ez most azért a vállakat, a kart, a tricepset is eléggé erősíti, de hát ez ilyen, hogy nem lehet soha csak egy izomcsoportra dolgozni, mert a test összefügg. Igen. Jó, tehát mehetünk. Belégzés és kilégzéssel indulunk. Fontos, hogy a váll előrébb legyen, mint a tenyér. Leengeded magad. Majd föl. Légzünk. Majd ragd le a térdet, és így nyomd vissza magad Balasanába. Lélegezz. Majd szép lassan ülj föl, kulcsold össze a kezeket, és nyújtózz meg fölfelé. Majd engedd le a kezeket, és egy picit a csuklót lazítsuk el. Pár csuklókörzéssel. Lerázzuk párszor. Jó. Menjünk picit előrébb a szőnyegen, tehát legyen hátrafelé is helye. Maradunk ebben a térdelő pozícióban. És akkor most egy pár terve variációt fogunk csinálni. Ugye itt hátrafelé hajolunk, de a kórizomzat, a törzsizomzat aktiválódik a gyakorlat közben. Illetve azért még a hátulsó izmok is. Tehát ez olyan gyakorlat lesz, majd a harmadik fokozatban fogjuk ezt nagyon érezni. Itt is felépítjük lépésről lépésre a gyakorlatot, tehát először támaszkodj meg hátul, most itt a súlyunk igazából a karunkon lesz, tehát megtartjuk magunkat, és nem törzsizomból kell majd tartani. Belégzés és kilégzéssel nyomod fölfelé a csípőt, tehát ez a verzió inkább az első izomlásnak a nyújtása, mert ugye támaszkodsz a talajon, és ott a testsúly. Told fölfelé a csípőt olyan erősen, amennyire csak tudod. Érzed, ahogy az erőső, hogy belső combizmok feszülnek. Majd kilégzéssel engedd vissza magad, és ülj föl. Maradunk egy picit ülésben. Ugye a hátrahajlástól a vérkeringés egy kicsit meglódulhat. Na jó, következő verzió, feltérdelünk. Sarkunkon fogunk támaszkodni, vagy felhozod a sarkokat, vagy hagyod a talajon. Itt is a test nagy része, még a ugye támaszkodásban lesz, de már egy picit nehezebb. Belégzés, kilégzéssel mész hátra, megfogod az egyik lábat, majd a másikat, és innen tolod előre a csípőt.
Annyira hajts hátra a fejed, hogy erőből kelljen tartanod, tehát érezd ezt a fejbiccentő izmot is, kivéve, hogyha gond van a napcsi golyáddal. Jó, kilégzéssel jöjjünk előre, ülj hátra a sarkadra, és most picit előre megyünk balászanába. A másik, amit ennél a gyakorlatnál nagyon jól meg lehet figyelni, hogy a mély hasi légzés milyen hatással van itt a hasizomra. Ugye a hasizom az nyúlik, feszül, és így akarod belevinni, levinni a levegőt. Sokkal nehezebb és intenzívebben dolgoztatja a hasizmot, így belülről és kívülről egyaránt. Jó, visszamegyünk ebbe a pózba, hogy ezt most meg is tudjátok vizsgálni saját magatokon. Tehát akkor még egyszer a támaszkodós póz lesz. Belégzés, kilégzéssel egyik kéz, másik kéz, viszed előre a csípőt, és akkor mély hasi légzés, és figyelj a hasi tájékra. Majd kilégzéssel gyere vissza. Ülj hátra, remélem sikerült a megfigyelés. Nyújtózz meg előre. Csináljunk egy aktív nyújtást egyik karoddal előre felé. Majd a másikkal. Váltogasd. Jó, majd szép lassan ülj föl. Jó, következő verziónk az lesz, hogy először megmutatom, megtámaszkodsz a kezeddel a derékon. Lehet úgy, hogy a hüvelykujj van fölfelé, de meg is fordíthatod. Tehát amelyik módon jobb támaszkítékot tudsz adni a derekadnak. És itt ugye most a kórizomzatnak kell a testsúlyt megtartania, amikor majd hátrafelé fogunk dőlni. Tehát érezni fogod, hogy hol van ennél a gyakorlatnál. Biztosan szerintem erősebb gyakorlat, mint egy plank, vagy amiben az előbb voltunk a kartámaszos gyakorlatokban. És szintén mély hasi légzés. Egy három lélegzetet tarts ki, de ha megy az öt, akkor az is szuper. Tehát belégzés, megtámasztod magad, tolod előre a csípőt, és kilégzéssel dőlsz hátra. Jó, majd az ötödik kilégzéssel. Engedd le magad, és dőlj előre. Majd szép lassan visszajövünk, és most jön a legeslegnehezebb fokozat, amikor egyáltalán nem támasztjuk magunkat, hanem a karokat felnyújtjuk, és így fogunk hátrahajolni. Úgyhogy most tényleg nem az a lényeg, hogy mennyire hajolsz hátra, hanem az a lényeg, hogy stabilan tartsd magad, és lehetőleg úgy, hogy a comb csípő elől marad, és innen dőlsz. Tehát ne így menj hátra, hanem így menj hátra. Remélem érthető. Jó, ez is aki, tehát addig tartsd, ameddig szeretnéd, vagy bírod. Jó? Belégzéssel jön föl a két kar, és a kilégzéssel dőlj bele. Majd kilégzéssel kijövünk, lengedjük a karokat, és dőlünk ismét előre.
Lélegezz át az alsó gerincszakaszt. És légzéssel gyere föl. Ugye ennél az utolsó verziónál szépen lehetett érezni mindent. Megcsináljuk még egyszer, hogy biztosan tudatosítsátok magatokban, jó? És utána már megyünk le a talajra. Oké, tehát gyertek föl, belégzéssel jön föl a két kar, és kilégzéssel belemész. Majd leengeded, és dőlsz előre. Jöjjünk föl négy kézláptartásba, és mielőtt hátonfekvésbe megyünk, csináljunk egy-két homorítás-domborítást, csak hogy az alsó gerincszakaszt és a gerincet egy picit átmozgassuk, mert azért volt most munka, meg megterhelés, ugye ezek a gyakorlatok a nagyon az alsó gerincszakaszra mennek. Tehát homorítás, belégzés, domborítás, kilégzés, csigolyáról csigolyára hozod. Mondjuk egy polckorong problémánál egyiket se ajánlatos, se a csónakpózt, se a tevéket, főleg ezeket a terhelt tevéket nem ajánlatos csinálni, mert nagyon nagy súly nehezedik az alsó gerinc szakaszra. Jó, majd ülj hátra ismét a sarkadra, nyújtózd meg. Jó, majd gyere föl, és a szőnyeg elejére ülj be a vádli közé, és akkor egy fekvőhős pózon keresztül megyünk a háton fekvésbe. Támaszkodj meg először a tenyerekkel, majd rakd le az alkart, helyezkedj bele a pózba, és szép lassan megyünk bele a háton fekvésbe. Nyújtsd a karokat fölfelé, lélegezd át. Majd engedd le a karokat a törzs mellé, és előbb a jobb lábad talpát helyezd a talajra, majd a bal lábad talpát helyezd a talajra. A két térdet hozd be a mellkashoz, öleld át. Először hagyd még a törzset, a fejet a talajon, húzd olyan közel a mellkashoz a térdeket, amennyire csak tudod. Majd a homlokoddal is közelíts, és jobbra-balra hintálsz picit. Jó, majd engedd vissza, fogd meg a tért kalácsokat, és a kezed segítségével végezz pár körzést. Majd a másik irányba is. Jó, majd állj meg, állítsd meg középen a térdeket, rakd a kezeket oldalsó középtartásba, majd belégzés és kilégzéssel hozd a páros térdet, jobbra rakd le közel a mellkashoz, és a fejedet pedig fordítsd bal oldalra, lélegezd át. Majd
kilépzéssel hozd a fejet és a térdeket középre. Ismét belégzés és kilégzéssel hozd a páros térdet a bal oldalra. És fordítsd a jobb oldalra a fejet. Majd ismét hozd középre a lábakat, ölel magadhoz a térdeket, és jobbra-balra mozgasd meg egy picit. Majd a felső testet rakd vissza a talajra, nyújtsd a lábakat, és készülj fel a relaxációra. Fekszünk, lábak 30 fokos kis terpezben, karok a test mellett pihennek, tenyerek fölfelé néznek. Orron át lélegezz. Lazítsd el a testet. Ne gondolj a múltra. A jövőre csak az itt és most számít. Majd vigy egy mély lélegzetet. Lazítsd el a lábadizmait. A vállid. A combizmokat. A csípőt, a medenceizmait, a hasizmot, a derekad, a mellkasod, a lapockád, a vállad és a karokat, az ujjak lazák. Lazítsd el a nyakad, az állad, a szemkörnyéki részt, a fejtetőt, és ismét a vállaid. Figyelj befelé, és vizsgáld meg, hogy van-e valahol még feszültség a szervezetedben. Majd a következő mély lélegzetet irányíts tudatosan oda. És a kilégzéssel engedd el az utolsó feszültséget is. Most már nincs más dolgod, csak hogy lélegezz. Figyeld meg a levegő útját, ahogy orron át bejut a szervezetbe, majd a kulcscsonton, mellkason keresztül leér a hasba. Ugyanezen az úton távozik has, mellkas, kulcscsont, orr. Minden egyes lélegzetvétellel a tiszta energiát, a tiszta pránát juttatod a szervezetedbe, amely feltölt és megtisztít. A
kilégzéssel. Pedig engedd el azokat a dolgokat, amelyekre már nincs szükséged, amelyek nyomasztanak, amelyek visszatartanak. Vigy egy mély lélegzetet, és egy erőteljes kilégzéssel szabadulj meg ettől a tehertől, ezektől a gondolatoktól. És érezd azt, hogy milyen az, amikor ezek a terhek, gondolatok, aggodalmak nem nyomnak téged, szabadon tudsz lélegezni, és minden egyes légzéssel a szeretetet és a hálát lélegzed be, és töltöd fel magad energiával. Tudatosítsd magadban ezt az állapotot, ezt az érzést, és figyeld meg, ahogy megtelik a mellkas szeretet energiával, melegszik a szívcsakra körüli rész. Figyeld meg, ahogy ez az energia szétárad az egész testedben. Képzeld el, ahogy megtelsz pozitív energiával, puha fehér fénnyel, és ezt árasztod ki magadból. Majd a következő mély belégzéssel szorítsd a körbe a jobb kezed, spicd be a jobb lábad, és a kilégzéssel engedd ki. Majd a következő mély belégzéssel szorítsd a körbe a bal kezed, spicd be a bal lábad, és a kilégzéssel engedd ki. Majd szorítsd a körbe mindkét kezed, spicd be a lábaid, és a kilégzéssel engedd ki. Majd zárd a lábakat, karokat emeld a fej fölé, és lábakkal lefelé, karokkal fölfelé jól nyújtózd meg. Majd az egyik csukló fogja, vagy az egyik kéz fogja a másik csuklót, és húzd meg, nyújtsd meg. Majd cseréld a pozíciót a másik kezedre. És engedd le a karokat, fordulj jobb oldalra gyermekpózba. Majd fordulj bal oldalra. És fordulj vissza a jobb oldaladra, jobb kar nyújtva a fej alatt, tenyér nézhet fölfelé, akkor az égiek energiájával töltődünk, vagy lefelé, akkor fizikai energiával töltődsz. Majd szép lassan ülj föl, és érkezz vissza a gyémánt pózba, a kiindulási pózunkba. Harmonizálunk, dörzsöld össze a tenyereidet, érezd, ahogy melegszenek a tenyerek,
termelődik az energia. És ezt az energiát vidd föl először a szemekre, majd a fülhöz. A nyakhoz, torokhoz, mellkashoz, szívhez, hashoz, derékrészhez, és simíts végig a térdeken. Köszönöm szépen az órát, egészségetekre! Namaszté! Köszönöm szépen!